Nem a tervek szerint alakult a december és a január az Aquaese pólósainál. A koronavírus járvány miatt nagyon sok edzés elmaradt, és decemberben két fordulót is el kellett halasztani a létszámhiány miatt. Az országos sorozatban három korosztályban indított csapatot az Egyesület, számukra február 12-én folytatódik a bajnokság. Ha minden rendben lesz, júniusig 15 fordulót bonyolítanak majd le, és a nyíregyháziak célja az, hogy minél több győzelemmel zárják a szezont. Az alsóházban fogjuk folytatni a szereplést. A gyermekcsapatunk egészen jól kezdte a szezont. Végig a tabella élén álltunk, aztán a végére picit elfogyott a csapat. Ebben közrejátszott az, hogy sok volt a hiányzónk, az a Covid-járvány minden szempontból megtizedelt a csapatot. A serdülő és az ifi csapatunk pedig létszámgondokkal küzdött egész évben. Megpróbáltunk egy tisztes helytállást. Én azt gondolom, hogy kezdett összeállni mindkét korosztály itt az év vége felé. Most megpróbáljuk majd úgy kezdeni az évet, hogy minél eredményesebbek legyenek ezek a korosztályaink is. Az Aquaesében több mint 150-en úsznak, illetve vízilabdáznak, és az Egyesületnél mindent megtesznek azért, hogy tovább növeljék a létszámot. A sportág népszerűsítését szolgálta az elmúlt év őszi Nyíregyházán rendezett UVS-e Szolnok OB1-es mérkőzés is. A létszámgondjaink nincsenek. Nagyon sok gyermek érdeklődik a vízilabda iránt, illetve tanítjuk őket folyamatosan úszni. Várjuk is egyébként szeretettel azokat, akik kacérkodnak a gondolattól, hogy megpróbálnák a vízilabdát. Igazából ez még jó néhány évnek el kell tennie, míg a legmagasabb szintre el tudnak majd ők jutni, addig pedig megpróbáljuk áthidalni ezt az időszakot a meglévő játékosainkkal, és minél magasabb színvonalon szeretnénk majd őket is játszatni. Az UVS-e csapatával ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően február 12-én ismét élvonalbeli bajnoki meccset láthatnak a nyíregyházi vízilabda szurkolók. Az újpestiek női csapata az Egert látja majd vendégül a városi úszodában.